Szeretnénk a Magyar Honvédség és a magyar társadalom kapcsolatát a jövőben kiszélesíteni, erősíteni. Ennek számos olyan intézkedését hoztuk meg, amellyel ezt a célt el tudjuk érni a jövőben. Ez egy hosszú távú folyamat, nem valósulhat meg egyik napról a másik napra, de egy olyan részletes ütemterv alapján szeretnénk előre haladni, amellyel ezt a célt el tudjuk érni. És ezen keresztül a társadalom együttülésünket is tovább tudjuk javítani. Egyfajta erőteljesebb és nagyobb odafigyelést tudunk Magyarország biztonságára ilyen módon az emberek gondolkodásában is kialakítani. Ez szólt részben arról és szól részben arról, hogy hogyan kívánjuk a jövőben az önkéntes tartalékos rendszert kiszélesíteni, hogyan tudjuk megvalósítani azt, hogy ez az értékes tevékenység, ami elindult az elmúlt években, ez hogyan tud területvédelmi alapon kiterjedni, és ennek milyen eszközeit, milyen módszereit kívánjuk használni. Természetesen továbbra is az önkéntesség elvét valljuk, továbbra is fontos, hogy az emberek önkéntes alapon, aki erre igényt érez és részt kíván venni, az megtehesse mindezt. A Magyar Honvédségnek pedig kinyitjuk ilyen módon a kapuit, és elősegítjük azt, hogy az emberek megélhessék a hazavédelmének ügyét. Természetesen a sportok felé, a katonassághoz kötődő sportokon keresztül is nyitni kívánunk a fiatalok felé, nyitni kívánunk azok felé, akik szerződéses katonaként szolgáltak eddig és a jövőben. Szeretnénk őket tartalékos katonaként látni, amennyiben a szerződésük után nem kívánnak bennmaradni az állományban, és ennek az eszközrendszerét is és a módszerét is kidolgozzuk. Erre a feladatra egy miniszteri biztost jelöltem ki, Kunszabó tábornok úr személyében, aki eddig helyettes államtitkárként látta el ezt a feladatot. Ennek a megszervezése, az elindítása, a konkrét lépéseknek az ütemezése lesz a feladata. A átláthatóbb és hatékonyabb vezetési, irányítási rendszert szeretnénk létrehozni a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között. Tudják, hogy ez egy integrált minisztérium. Ennek az elmúlt időszakban, az elmúlt mintegy 15-16 évben kialakított rendszerét áttekintjük, és ennek értelmében az elmúlt utolsó fél év tevékenységét is, vagy utolsó negyed év intenzív, fokozott tevékenységét is, amely a migrációs válsághelyzet kezelést jelentette. Új feladatként jelentkezett a Magyar Honvédség számára, amelyben kiválóan helytállt és eredményes munkát végzett a Magyar Honvédség közösen a magyar rendőrökkel, tűzoltókkal, büntetési végrehajtási szakemberekkel, de ezeknek a tetteknek is megvan a maga tanúsága. Így érdemes olyan típusú változásokat eszközölnünk, amelyek még hatékonyabbá és gyorsabbá teszik a döntéshozatali mechanizmust a magyar emberek biztonsága érdekében. Még egy-két gondolatot a munkaértekezletről. Emberközpontú, azaz katonaközpontú szemléletet szeretnénk érvényesíteni a jövőben. Itt egyrészt az illetményemelés is kifejezett fajta megbecsülést ennek az ezévi költségvetésben is vállalt kötelezettségeit a tárca teljesíti. Szeretnénk az életpályarendszert úgy alakítani, amellyel a katonák számára egy kiszámítható élet élhető meg, a rendfokozati előmenetelben és másban is. Szeretnénk őket megbecsülni azzal is, hogy egyéni felszerelésüket korszerűsítjük, mind ruházatban, mind egyéb más felszerelésben. Egy 21. századhoz illő, egy NATO tagországhoz illő felszereléssel szeretnénk fölvértezni a magyar katonákat, hogy még hatékonyabban el tudják látni a feladatukat itthon és külföldön, békemissziókban, és egyébként pedig a társadalmi megbecsülést is ilyen módon szerintem komolyabban és erőteljesebben ki tudjuk fejezni. A másik fontos kérdés, amit érintettünk az állománygyűlésen, ez pedig nem más, mint a megváltozott biztonsági környezetnek az alakulása és az ebből adódó új feladatok minél hatékonyabb elvégzése. Erre vonatkozóan is túl azon, hogy megköszöntük az állománynak a helytállását, túl azon, hogy egy olyan próbatétel esett keresztül a Magyar Honvédség, amely az együttműködési képességét is erősítette a rendőrséggel, a büntetési végrehajtási szervekkel, a tűzoltósággal, és ezért sikerült eredményesen helytállnunk az ideiglenes határzár kiépítésében és a határaink megvédésében. Szeretném itt is hangsúlyozni önök előtt és az állomány előtt is ezt hangsúlyoztam, hogy Európában a biztonság lett napjainkban a legfontosabb érték. Azt hiszem, hogy minden emberi közösség számára ez egy olyan alapérték, amelyre oda kell figyelnünk, és minden eszközt meg kell tennünk és igénybe kell vennünk annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságát a minél szélesebb körben tudjuk garantálni és biztosítani. Nekünk,
a leges legfontosabb a magyar emberek biztonsága. Ez talán az elmúlt időszakban is látható volt, láthatták önök is, hogy milyen intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy ezt a feladatot teljesíteni tudjuk. A Magyar Honvédség kiválóan felkészített állománya bebizonyította, hogy képes a határaink megvédésére. Szeretnénk ezt továbbra is garantálni, és mindent megtenni ennek érdekében. Én azt hiszem, hogy a terrorizmus ellen minden eszközzel fel kell lépni. Minden jóérzésű ember ezt így gondolja, és aki ezzel szemben nem így gondolkodik, az szerintem a magyar emberek biztonságát teszi kockára. Ebben mi nem leszünk partnerek, bármennyire is van nézetkülönbség közöttünk a parlamenti pártok elképzelését illetően, a kormány ebben nem kíván engedni. Első és legfontosabb és legmagasabb rendű cél a magyar emberek biztonságának a garantálása. Erre megvannak a felkészített erőink, és a felkészített erőknek legyen az a rendőrség, legyen azok a titkosszolgálatok, legyen bármilyen más rendvédelmi szerv, a Magyar Honvédségnek is van ilyen képessége, és az arra kijelölt és felkészített erőket szerintünk igenis igénybe kell venni, ha erre szükség van. Hangsúlyozom, ha a terror veszély és a terror fenyegetettség olyan mértékű, akkor igenis szerintünk nem szabad megengedni azt, hogy a magyar katonák ne segítsék a rendőreink munkáját, amennyiben természetesen nem elegendő a rendőrség jelenléte. A szükségesség és az arányosság mértékét mindig is hangsúlyoztuk, de én úgy érzem, hogy amikor azt látjuk, hogy Afganisztántól Irakon át számos más helyen pont a magyar katonák erre felkészített egységei a terrorizmus ellen, a nemzetközi terrorizmus ellen küzdenek, akkor egészen érdekes és sajátos lenne, ha ez pont itthon a magyar emberek közvetlen környezetében a biztonságuk garantálása érdekében nem tehetnék meg. Vannak ellenzéki javaslatok, ugye mi egyeztetést hívtunk össze az elmúlt időszakban. Szomorú, hogy ebben az MSZP nem vett részt. Látszik, hogy az MSZP által elkészített javaslat egy vitaanyag, tehát normaszöveg javaslata nem érkezett hozzánk. A Jobbik részéről érkezett egy normaszöveg javaslat, amely az országgyűlés 4/5-ének felhatalmazásával lehetne megtenni a szükséges intézkedéseket a végrehajtó hatalom részére, hogy a magyar emberek biztonságát terrortámadás esetén garantálja. Önök láttak már sok-sok parlamenti munkanapot, láttak már sok-sok parlamenti döntéshozatali mechanizmust. Minden tiszteletem a Magyar Országgyűlés munkássága és tevékenysége előtt, hiszen én magam is 5. ciklusomat töltöm a magyar parlamentben, de 4/5-del egy ilyen helyzetben elfogadni bármit is, szerintem egyértelmű és egyértelműen működésképtelen állapotot teremthet, kivitelezhetetlen. Gyors döntésekre van szükség a veszélyek elhárításában. Mint ahogy egyébként a veszélyhelyzeti különleges jogrendi kategória is erre szólítja fel a kormányzatot. Igenis, hogyha ipari katasztrófa, természeti katasztrófa jelentkezik, akkor gyorsan kell dönteni, mert ez a hatékonyságnak a záloga, hogyha terrortámadás esetén nem tud a kormányzat dönteni, mert megakadályozzák a parlamenti frakciók, akkor a magyar emberek biztonsága szenvedhet csorbát. Mi ebben nem kívánunk, hangsúlyozom, engedni. Én azt hiszem, hogy láthatták a magyar társadalom tagjai már a bevándorlás okozta problémák jelentkezésénél, hogy minden eszközt igyekszünk igénybe venni. Láthatták azt, hogy kikre számíthatnak ilyenkor. A kormányzat igenis határozottan szükségesség és aranyosság figyelembevételével minden eszközt igénybe vett. Így segítettük a rendőrök és a büntetés végrehajtásban dolgozó szakemberek munkáját a határvédelemben is, és segítjük mind a mai napig. Szerintem a Magyar Honvédségnek kötelessége és feladata az ország biztonságának a garantálása, és ezt nem szabad megakadályozni. Senki sem gondolhatja komolyan azt, hogy itt a kormány bármilyen teljhatalmat szeretne ezzel kapcsolatosan elérni, és ehhez van szükség egy új különleges jogrendi tényállásra. Nem erről van szó, egyértelműen és határozottan a magyar emberek biztonságának a lehető legszélesebb körben történő garantálásának a lehetőségét szeretnénk megkapni. A rendőrség munkáját szeretnénk ezen keresztül segíteni. Úgyhogy ez a célunk, a legeslegfontosabb, mondom, az ország biztonsága, ez a tét, és én azt hiszem, hogy a terroristák, ha el akarnak követni valamilyen terrorcselekményt, akkor nem hiszem, hogy 4/5-del döntenek ezekről a kérdésekről. Úgyhogy egyenlőre így tartunk, a parlamentre be fogjuk nyújtani az előterjesztésünket, és én remélem, hogy a parlamenti vita során a parlamenti frakciók is kellő bölcsességről tesznek majd tanúbizonyságot, és odaállnak a magyar emberek biztonságának az ügye mellé. A 2015-ös esztendőről, mint ahogy önök is tapasztalhatták,
El tudom mondani, hogy a katonák nagyon tisztességes, becsületes helytállással vettek részt minden feladatban, legyen ez a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, vagy a terrorveszély kezelésének a feladata. Mindezek mellett a katonák ellátták azokat a tervezett feladatokat, amelyek 2015 évre betervezésre kerültek. Semmit nem hagytunk el, semmit nem engedtünk félretenni annak érdekében, hogy a feladatot maximálisan igenis végre tudjuk hajtani. Nagy erőpróba volt, nagy kihívás volt, hiszen a Magyar Honvédség állományából több mint 7000 katona vett részt ebben a feladatban. Ugyanakkor a békefenntartói feladatainkban is ott voltak katonáink közel 1000 fővel, és egy kiemelt feladatot is szeretnék itt megemlíteni, ez pedig a balti légtér rendészeti, légtér védelmi feladatnak az ellátása, ahol a Gripen repülőgépeink vettek részt ebben a NATO feladatban. Ami kiemelendő, hogy a Magyar Honvédség katonái 2015-ben mintegy 40 nemzetközi NATO két és több oldalú gyakorlaton vettek részt, valamint közel 30 hazai gyakorlatot hajtottak végre. A repülőgépek vonatkozásában is a légtérrendészet, légtérfelügyelet, akár Magyarország, akár Szlovénia felett mindenféle hiányosság nélkül került végrehajtásra. Sajnos kettő repülőgépet az év derekán elveszítettünk, mégis azt kell mondanom önöknek, hogy a 2015-ös esztendő eddig az az esztendő, ahol a legmagasabb óraszámot tudtuk teljesíteni a Gripen pilótákkal. Mi 2011-ben 1600 órát repültek gépeink, most 2015 végével bezárólag több mint 1800 órát tudtunk teljesíteni. Én úgy gondolom, ez is mutatja, hogy a katonák, a légierő, a pilóták, a műszaki, a technikai állomány igencsak nagy erőfeszítést tett annak érdekében, hogy eredményesek lehessünk. A feladatok végrehajtása folyamán azt tudom önöknek elmondani, miniszter úr nagyon egyértelműen szabott feladatot a Magyar Honvédség számára. Mit, hogyan kell végrehajtanunk ebben az évben, milyen célkitűzéseink vannak. Én első helyre sorolnám azt, amiről a miniszter úr is beszélt, a katona központú tevékenységet, a katonákra való odafigyelést, a katonákról való gondoskodást, a toborzást, a megtartást és a képességek fejlesztését. Hiszen ebben az évben célul tűztük ki, hogy képességfejlesztés is megvalósítunk, amelyet január 1-ével meg is kezdtünk, ez pedig a különleges műveleti zászlóaljból, ugye ez a 34-es különleges műveleti zászlóalj, amely Szolnokon található, 2016. január 1-től egy különleges rendeltetésű ezredet hozunk létre, és ennek a különleges rendeltetésű ezrednek a létszámát közel 1200 főben határoztuk meg. Ezzel a feladattal is nagyon eredményesen tud részt venni a Magyar Honvédség mindazokban a feladatokban, amelyről a miniszter úr szólt, akár a terror veszély kezelésének feladataiban is. A másik, ami rendkívül fontos, és én úgy gondolom, hogy számunkra nagyon nagy eredményt jelenthet, ez egy katonai rendészeti központ létrehozása,
ahol országos hatáskörrel bíró szervezet fogja a továbbiakban végrehajtani Magyarországon a katonai rend, a fegyelem, a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzését. Ez egy olyan képessége lesz a Magyar Honvédségnek, melyet mind hazai, mind nemzetközi szintéren alkalmazni és használni tudunk majd. A harmadik ilyen képesség, amiről feltétlen szólni kell, hiszen egy előremutató képesség, az az, hogy 10 helyőrségben kiképző kötelékeket hozunk létre, ezzel is megvalósítva egy regionális tartalékképzés beindítását. A feladataink 16-ban sem lesznek kevesebbek, a gyakorlatok vonatkozásában körülbelül ugyanolyan gyakorlatok számával tervezünk, mint ahogy említettem, hogy hazai vonatkozásában mintegy 30 gyakorlattal, nemzetközi vonatkozásban közel 40 gyakorlat végrehajtásával. Missziós feladatainkat tekintve pedig ugyanúgy a Magyar Honvédség ambíció szintjét 1000 főben határoztuk meg, és arra törekszünk, hogy a missziós feladatainkat elsősorban azokon a területeken, azokban az országokban alkalmazzuk, ahol rászorulnak az országok, a nemzetek, az emberek arra, hogy egy biztonságosabb világot teremtsünk részükre, és ne alakuljon ki egy tömeges népvándorlás, ne kelljen elhagyni hazájukat, hanem megtalálják számításaikat saját országukban.